From the number one station, this is a story about love. A love story. Music is love, and love is music. Körbejárjuk a helyzetet, mert kezd megmozdulássá alakulni a rendezvény. Először is zarándokoljunk el a táblához, és íme itt a tábla. Srácok nyomják a fotózást mindenki. Itt van már, én készültem, kérem szépen, mert tegnap előtt idejöttem és kiraktam. Valaki összekoszolta. Nincs valakinél egy rongy, le kéne tisztítani, ez a mi táblánk. Körbe megyek egy kicsit, mert igencsak sokan vagyunk. Arrafele végtelenségig motorok, és akkor nézzük meg, hogy mi van errefele. Igazából a legtöbben erről jönnek. Elképesztő, én a kanyarban álltam eddig, és hát úgy tűnik, hogy azóta lettünk egy páran. Hello, sziasztok, szeva! Szia. Hát, hogy ez egy baromi unalmas videó lesz, csak azt fogom mondani folyamatosan, hogy ez elképesztő, elképesztő, elképesztő. A Dunapartig áll a sor. Meséljetek, meddig áll a sor? Hát gyakorlatilag már kint a főúton. Dunapart? Főút? Aha, aha. Nagyon kemény. Van valami program? Ez a program. Ez a program. A program maga az, hogy itt vagyunk. Mi vagyunk a program. Jó. Jól van, helye. Még egy mondat az előbbihez. Jöttünk fölfelé, egy csomó lakos kínált a ház előtt, és kintetett. Igen. Erről ennyit, nem a lakosokkal van itt a baj. Igazából mindenki egyet a túrán van, és szeretik megmutatni a motorosok azt, hogy ők szeretik Visegrádot, és hiányzik nekik. És a célpont az igazából itt a Dunakanyar kilátó volt a panoráma után, amit elvettek a motorosoktól, és még mindig nem született semmilyen olyan normális elfogadható indoklás, ami elfogadható lenne abból a tekintetből, hogy ezt szabályszerűen tették meg. Mindenféle mondva csinált indokokat kitaláltak, hogy miért zárják ki a motoros forgalmat, alapból abból indult, hogy éjszakai driftelő hangok, autós driftelősök zavarják a lakosok nyugalmát. Ennek a végeredmény lett egy teljes nappali motoros tiltás, pont a motoros szezonban, kicsit cinikusan, november 1-től tavasz végéig lehet használni az utat télen, amikor ugye senki nem motorozik, viszont a motoros szezonban pedig azt mondták, hogy a motorosok ezen az úton nem közlekedhetnek. Biztosítottak a Fellegvárhoz egy másik utat, ami olyan gyatra minőségű, hogy igazából, hogy észszerűen azt kellett volna lezárni a motorosok elől. Most hirtelen, hogy a motorosok fölháborodtak az interneten, betoldozták, foldozták az utat, mert hatalmas nagy kátyuk voltak, de még így se az igazi ez. Indult egy mozgalom, No Visegrád néven. Ezzel mit akartok elérni? Mert igazából ezzel nem a város büntetettek szerintem. Igazából az alapvető információ az volt, hogy a polgármesteri hivatal az hotelekre, vállalkozókra hivatkozva hozta meg ezt a döntést. Az, hogy ez igaz vagy sem, most már cáfolták hotelek, akiknek a neve elhangzott ebben az ügyben, hogy ők soha nem mentek panaszra. És igazából azok az emberek, akiket itt láttok, ők visszatérő vendégei voltak Visegrádnak, csak ugye amikor ők télen jönnek autóval családostól, akkor nincs rájuk ügy vagy motoros, és nem gondolta szerintem itt a régió vezetése azt, hogy a motorosok, azok nem csak motorosok, hanem autósok is, családapák is, a társadalom minden régiójában vagy rétegében beletartoznak, akik turizmusból, tehát a turizmusban
mozognak belföldön, és igazából itt egy több százezres réteget távolítottak el a vállalkozóktól. Tehát igazából itt a motorosok szeretnének továbbra is ide járni, csak maga az ok, hogy ide jöjjenek, hogy a kilátóhoz eljussanak, és mellékesen megálljanak egy-egy étteremben, ezt most igazából elvették ezt az okot. Itt az a fura, hogy itt a vállalkozóknak kellett volna igazából küzdeni ők a vendégeknek, most mi küzdünk a vállalkozók helyett azért, hogy az ő bevételük az megmaradjon. Volt egyeztetés, egyeztetett veletek az önkormányzat? Az önkormányzat látszott egyeztetéseket csinál, néha meghív egy olyan motorost, akit senki nem ismer. Igazából nincs a motoros közegnek egy igazi vezetője, tehát nincs, hogy valakivel jönnek tárgyalni, és ez a motoros valamit mond, akkor az úgy történik. Alapvetően megvannak azok a csatornák, ahol tudnának kommunikálni a motorosok felé. Én személy szerint próbáltam velük felvenni a kapcsolatot e-mailen, üzenetek formájában, de nem reagáltak semmit. Jó, köszönöm szépen, szerintem ez így jó. Köszönöm szépen. Gyere egy ölelésre! Nézzétek ki, hogy találkoztam! Ti is nézzétek, kivel találkoztam! Szevasztok! Na mi van, Cimbi? Ide jó vagy? Ajaj. Mesélj, hol jártál? Hát Visegrád fele túrázol? Igen, annyira jó idő volt, és igen? Így, és több ismerősöm jött, és nagyon sokan vannak, meglepően sokan. Innen megyek majd a Szelidi Tavi motoros találkozóra többi barátomhoz. Ott nagyon jó koncertek vannak, nagyon jó társaság, hasonló, mint itt. Igen, igen. Napközben is van, de főleg este, igen. Este azért beindul az élet. És lehet aludni? Ilyen sátor távol. Sátrat? Igen, a motoromon van lent. Ja. Kicsit lejjebb megálltam és felsétáltam. Igen. Nem növelem a dugónak a mértékét. Villányi the Biker, tessék feliratkozni rá. Nagyon jó kis tartalmakat csinál, az új Transalpa volt Marokkóban, most megy a sorozata. Hajrá! Ennyi. Trollok belejönnek a képbe, és keresztbe videóznak. Hogy tetszik a rendezvény? Nagyon jó, nagyon jó. Meglátjuk, hogy ez ér-e valamit. Reméljük, hogy ezt nem kezdik el több városban. Álljatok így körbe. Na, hello, sziasztok! Pára pályán iratkozzatok föl. Na, jó bulit! Nézzétek, csak kibebotlottam, a teljes YouTube itt van, csavarok szabadon. Nagyon helyesen. Mi újság? Csavarogtok szabadon? Nem tudunk. Mi történt? Hát itt elrották ezt a villat, nézd meg. Lezárták az utat? De? Nem mondod. Én azt hűrtem, hogy csak a fekete motorosokra vonatkozik, ugye? Tehát fekete igen. Motor, fekete ruha. Nem tudom. Gondoltam, mert most így nehéz közlekedni, nem? Sőt, el is akadtunk sajnos. Igen? De igen, most kicsit lejjebb, mert hogy... És mi lesz akkor így a jelmondatotok, hogy csavarok szabadon? Na, hát én is ezen gondolkodtam pont, hogy mit fogunk ezzel kezdeni. Én azért továbbra is bízom abban, hogy ez megoldódik. Szerintem változtassatok nevet, Csavarogi, ahol engedikre. Kösz! Akkor iratkozzatok föl a Csavarogi, ahol engedik csatornára. Kösz, átnevezem magam. Csavarogi, ahol tudsz. Na szevasz, örülök, vigyázz. Hogy itt voltál. Szia! Vigyázz magad! Te is! I love it when I'm high, see the spark while singing out. Sisakok a levegőben, és kultúrált csend van a völgyben. Pedig itt van vagy ezer motor. És mégis csend van, teljesült a visegrádiak óhaja. Csend van, és vannak motorok is. Az egy órás találkozó meg volt a haverokkal, és kezd oszlani a nép, mindenki most már megy motorozni, mert itt a napon állás az nagyon-nagyon meleg. Chanting wherever on the sea. Do you hear that? I know I wanna tell you. Sing the song you could never be wrong. Fire burning. Megállok beszélgetni mindenhol. Vége láthatatlan motor áradat. És kitartóan jönnek a meleg ellenére. Nagyon meleg van? Nagyon, azt mondta nagyon. Hello, sziasztok! Hello! Merről jöttetek? Visegrád. Helyiek vagytok? Ó, de jó! És motoros? Van át. Csak előre. Köszönjük, hogy itt vagytok. Köszönjük, hogy itt vagytok. Azt hiszem, hogy a kijött messzebbről versenyben elég jó helyen vagytok. Fertőzik.
fel. Annál nem sok minden van messzebb innen, ugye? Van azért, de azért szép teljesítmény. Köszönjük, hogy így együtt vagytok az ország összes motorosával. Ez nagyon szép dolog tőletek. Hát azt hiszem így tudtál. Milyen motorok? CBF 1000-es, többi. Szia Péter. Sziasztok, hello. Meg van két Suzuki-nk. Aha. Na hát örülök, hogy itt vagyok. És milyen a buli? Felemelő, nem? Az egy kurva jó érzés motorosnak lenni ilyenkor. Nagyon jó. Na, család jó. Igen, az fontos. Fönn vagyok a másik végénél a menetnek. A visszafordítás az a várnál nem lehetséges, úgyhogy a rendőrök itt fordítják vissza a csapatot, de nagyon kultúrátlan irányítanak. Semmiféle atrocitás nem volt, semmiféle rossz indulatot nem éreztem a rendőrök részéről, se nagyon kedves, az egyik kollégával beszélgettem is. Megbeszéltük, hogy szerintük a motorosok is nagyon kultúráltan viselkedtek. Én ettől boldog vagyok. Ez zárszónak is jó lett volna, de azért még egyszer össze szeretném foglalni, hogy ez az összefogás, hogyha nem is veszik le a táblát, akkor is megmutatta a motorosok erejét. Én nagyon büszke vagyok rátok, hogy közétek tartozhatok. A károgókkal szemben, azokkal szemben, akik előre elmondták, hogy majd milyen balhék lesznek, meg mi milyen csűrhe vagyunk, meg minden. Ehhez képest idejött szerintem több ezer motoros, oltári sokan voltunk, elképesztő melegben mindenki nagyon nagy erőfeszítést tett azért, hogy itt lehessen. A dolog eredménye az, hogy megmutattuk, hogy igenis nem csinálunk balhét, igenis kultúráltak vagyunk, nem vagyunk egy csürhe. Ez az, amit szerettem volna, ha elérünk, és 100%-ban megvalósítottuk. És ebbe partnerünk volt az összes többi motoros, partnereink voltak a rendőrök benne, mert ők sem keménykedtek velünk, nem szankcionáltak egyszerűen, csak próbáltak békésen irányítani a motorosokat, és ez meg is valósult. És azt hiszem, hogy ez egy elég jó happening lett. Én nem nagyon járok motoros találkozóra, de ez megdobogtatta a szívemet, úgyhogy köszönöm nektek. Innentől nem is tudom, hova menjek, szerintem a túrát folytatom, Nagymarosra átkompozok. Biztos ott is sok motoros lesz. Vigyázzatok magatokra, sziasztok! Someone